az a legjobb téma. Talán még a brazil finkfétist is alázza. Nem, hogy a bestialitást. Összintén szóval a bestialitásnak van közel a szakterületem, ezt itt hogy hány éves állatokkal kúrnak? Tehát meddig él ló? 7 évig. Szóval egy 7 éves ló, 7 éves gyerek. Pina! Doktor úr, mit látod? Semmit. Semmit! Rendben, értem. Fekete mágia. Nem kell fekete mágia, hogy megkurhassunk bárkit, aki kell. Egyfajta apa szerepet kell nekik prezentálnunk, mindazáltal túl kell nyúlnunk az apa szerepen, és nem a kezünkkel. És nem a lábunkkal. Szóval érti? Igen. Meg kell te baszni. Mint a pinát! A pinát! És a pinát! Pinát kell megbaszni rajtuk. Meg kell baszni! A pinát! A pinát! A pinát, bár hogyha següket basszuk meg, az se jó, mint Dr. Will... nem fogok az ilyen fiatal kutatókkal, Will... Villanyláda? Dr. Villanyláda utalt rá, hogy a següket is megbasszhatjuk, hát basszuk meg a següket is. De mindazáltal. Az ismételten csak elvi deflorációs eljárás, hogy a seggben nincsen virgenizációs háló. Mindazáltal a pinában van virgenizációs háló, amit a köznép tévesen szűszártyának hív. Elnézést, doktor úr, tehát ön arra utalt, hogy ez a pinában van, tehát a pinában. Hát a szűszártya, ami egy téves hívás tekint, vagy virgenizációs háló, az a pinában van. Mindezáltal fekete mágiával, bocsánat, kicsit fáradt vagyok. Szóval, mindezáltal fekete mágia azt mondja, hát én istenfél ember vagyok. Ezért nagyon féltem, amikor fekete mágiát alkalmaztam. Kétszer. Amikor olyan családokból szakítottam el a lányukat, nem én, hanem kutatás. Szóval nem, engem nem lehet perelni, kutatás lehet perelni, ennek. El is mondom most, hogy ki volt a megbízó, ez a magyar állam volt. Összekötésben az ENSZ-el meg az UNICEF-fel, mert mindenki azt hiszi az UNICEF-ről, hogy ő gyerekekért van. Hát lényegében a gyerekekért van, csak máshogy. Én is UNICEF tag vagyok. Szeretem, hogyha még igazán szűk, őszintén sikít, és könnyű elásni. És pina! És pina! Pina! Minden fejekben pina! Főleg pina! Főleg pina! Oh, oh, pina! Dr. Habilis, ne haragudjon, hogy ha indiszkrét vagyok. Habilis. Elnézést, Habilis Maestrom. Úgy vélem, hogy... Maga fasz. Valóban, ez lehetséges, de ennek ellenére mégiscsak úgy vélem, hogy ön valakivel, mintha kommunikálna. Én nagyon úgy érzem, hogy valakivel ön kommunikál, és legyen szíves, árulja el számunkra, hogy ki ez, és hogy mit mond önnek, illetve hogy lehet-e az, hogy ön egy másik intelligenciával kommunikál emiatt a fekete mágiás incidens miatt. Vagy a sátáni mágia, amit használtam. Fekete mágia, nem sátáni. Az, mint hogy darabokra tépte volna, tudatom, és néha látok embert, aki azt mondja nekem, hogy pina! Egy ilyen embert lát? Egy olyan embert, aki azt mondja, hogy pina! Milyen ez az ember? Körül tudja írni? Hát, olyan, mint én, csak nincs szakálla.
És még én a teoretika magas iskolájának a megfelelően beszélek. Teljesen szofisztikáltan és tökéletesen alkotott szóképekkel. Egész egyszerűen én vagyok a tökéletes gyönyör szótanilag és hallástanilag. És a szóval a pina. Úgy érzem, hogy ez egy centrális téma az önkutatásának. Miért maga szexológiában? Férfi létére, akinek farka van, mit kutatna? A faszt? Igazából ez mind nagyon nagyszerű, ez egy kiváló kutatás. Csak további sikereket tudok kívánni, meg ami még belefér az életbe. És akkor a viszontlátásra, Habilis Maestrum úr, és akkor további sok sikert kívánok a kutatásához. Remélem, hogy feltárja a Pina rejtett sötét titkait és a legmélyebb rejtelmeit is, és még egy utolsó szerencsé kívánom, riporter úr. A Pina csak olyan mély, mint a faszod. Kikísérjem. Nem, köszönöm. A viszontlátást... Bélát, az operatőr urat. Nem, hát mindenki fut. Mindenki elmenekül. Ezt nem értem. Csak a Pina ne! A kurva néni kéne! Pina! Meg! Tagölj meg! Kurva életben. Geci bassza le mindenemet. De végre megdöglött. Végre nyugtam van! Pina! Ha ha ha!